mai órán témája a szőlőcukor és a gyümölcscukor megkülönböztetése. A szőlőcukort, mint glükózt, ugye mindennapi életünkben a legtöbbünk ismeri, a gyümölcscukorról kevesebbet tudunk, tehát a gyümölcscukor, főleg a gyümölcsök érésekor adja a gyümölcsöknek az édes ízét, és ugye a méznek egyik alkotó része többek között. A gyümölcscukor oldatból és öntünk egy keveset egy kémcsőbe, illetve a szőlőcukor oldatból is öntünk egy keveset kémcsőbe, és belehelyezzük a 80 fokos vízünkbe, és közben cseppentünk hozzá egy csepp brómos vizet. Lezárjuk a brómos üveget, mert szórós szagú anyagról van szó. Jó. És láthatjuk azt, amelyben a szőlőcukor volt, hogy az az oldat elszíntelenedett, és a másik pedig barnás színű. Vagyis ez azt jelzi, hogy kevéssé reakcióképes a gyümölcscukor, a szőlőcukorhoz viszont.